és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Pirisvörösvári nagy templomnak búcsúján a Szűzanya ünnepén, amelyet nem pusztán annak napján, augusztus 15-én, hanem ilyenkor a rákövetkező hétvégén, szombat este is tartunk. Összegyűltünk azért, nem csak vörösváriak, hanem más településekről, illetve határon túlról is, hogy mint minden esztendőben kifejezzük tiszteletünket, hódolatunkat, templomunk védőszentje előtt, égi édesanyánk előtt, a boldogságos Szűz Mária közvetlen közelségében. Ki maga tudja, milyen buzgossággal, milyen kérésekkel, milyen hálaadással, milyen gyermeki szeretettel fordul a búcsú ünnepe alkalmával, akár ebben a szentmisében és a boldogságos Szűz Máriához, és legyen mindjárt számára a biztatás, a sokszor elmondott imádság. Ha Szűz Anyához imádkozunk, az ő közbenjárására, az ő hathatós befolyására, Szent Fia minden bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Adja az Isten minden kérésünket, minden fohászkodásunkat, amely elhangzik ebben a szentmisében, akár kimondva, akár kimondatlanul, valóságosan a boldogságos szűz terjessze Szent Fia elé, és engedje azt a jó Isten megvalósulni és teljesülni. Szentmisénket mai estén felajánljuk mindnyájunkért, mindazokért, akik jelen vannak, valamint elhunyt testvéreinkért, Herbst Jánosért, lányáért, Engert Mártonnéért, született Herbst Veronikáért, valamint Veronika élő fiáért, és elhunyt Hamvas Andrásnéért, született Gút Erzsébetért, Hamvas Andrásért és Fiuk András lelke üdvéért. Hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent áldozatban és ünneplésben, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én vétkem, nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvérei, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Istent, a te szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, mindörökkön, örökké. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpölte, és a földre szólta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, akkor azok is mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje. Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten!
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalj lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karriereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpöltre trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amit atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Mai prédikációt innen szeretném, hogy a kórusnak ezeket a tagjait is szeretném nem csak oldalról, hanem szemből is látni, akik erre az oldalra kerültek, a hölgyeket. Mai ünnepen a Szűzanyának az ünnepén, picit úgy, ahogy elmélkedtünk erről már csütörtökön, pontosan az ünnep napján is, hasonló módon föltesszük magunkban a kérdést, amit sokszor meg is kérdeznek tőlünk katolikusoktól, hogy miért szeretjük mi annyira a Szűzanyát? Mit jelent számunkra Jézusnak az édesanyja? Miért fordulunk hozzá olyan különös szeretettel, tisztelettel, olyan alázattal? Miért tudunk úgy felnézni rá és úgy tekinteni rá, mi nem pusztán Jézusnak az édesanyjára, hanem saját égi édesanyánkra? Nagyon sokszor kérdezik ezt protestáns testvéreink, hogy honnan van ez a nagyon nagy Mária tisztelet, ez a ragaszkodás a Szűzanyához. Egészen biztos, hogy még jobban kidomborítja ezt a ragaszkodásunkat, amire talán ritkán gondolunk, vagy nem szoktuk így annyira pontosan számba venni, hogy nagyon sokféle vonatkozásban, akkor is, hogyha többféle településről vagyunk most itt együtt, de mégis sokféle vonatkozásban hasonlók, azonosak vagyunk, és abban a tekintetben is, hogy próbáljuk csak felidézni azokat a templomokat, ahonnan származunk, ahonnan ideérkeztünk, mert ha elkezdenénk sorolni a környék templomait, biztos, hogy nem véletlenszerűen, majdhogy nem mindegyik a boldogságos szűznek van szentelve. Nézhetjük Solymárt, Pilis Csabát, Pilis Szent Ivánt, és haladhatunk szépen tovább egészen Esztergom irányába. Persze vannak kivételek, de itt a környéken alapvetően valamelyik szűzanya ünnephez kötődik, valamiféle eseményhez, annak a templomnak a titulusa, búcsú ünnepe. Amikor halljuk a mai evangéliumot, és azon is elcsodálkozhatunk, hogy mit is jelent számunkra a szűz, látjuk az egészen különleges életét, ahogyan alakul a föld élete, akár az isteni megszólítással, akár a szűzanya részéről, akkor még a gyermek Mária részéről a beleegyezéssel, ugyanakkor azzal a rábízással, azzal a megnyugvással, hogy sok kérdés is vetődik fel Máriában, ahogy mondja neki Erzsébet, és nagyon boldog az, aki tudott hinni mindezeknek a beteljesülésében, megvalósulásában. Aki nem kérkedett, nem gondolkodott és nem bizonytalankodott, aki nem tett fel kérdéseket az angyalnak, hanem hogyha az Isten így akarja, ebbe belenyugodott és örömmel vált ebben jó munkatársá. A szűzanyának így kezdi el szépen igazgatni és nagyon szépen átalakítani az életét az Isten neki tetsző módon, persze teljes egyetértésben és harmóniában. Egyértelmű, hogy egy ilyen kifejezetten gazdag, bőséges élet után, miután a gyermeket a világra hozza, a gyermeket szinte szépen óvatosan, mint egy árnyék kíséri,
a földi működésében az ő szent fiát Jézus Krisztust, hogy ezután azért valamiféle jutalmazás jár a szűzanyának. Picit úgy megváltoztatta az ő életét, az Istennek a gondolata, az Istennek a rendkívüli ötlete, hogy ő legyen szent fiának az édesanyja, éppen ezért egyfajta kárpótlásképpen, egy egészen különleges jutalmazásban részesül. Pontosan a mai ünnepnek, illetve Nagy Boldogasszony ünnepének ez a tartalma, hogy a szűzanya részesül abban a kegyben, amit próbáljunk most a hitnek az esztendeiben úgy újra átértelmezni, és valóban ne kérkedve fogadni, hanem elhinni, akkor is, hogyha tudnánk föltenni kérdéseket. Én is sok kérdést szívesen föltennék, de adja az Isten, hogy tudjunk hitünkben így megerősödni, hogy az ő testét és lelkét, nem pusztán a lelkét, hanem a testét a lelkével együtt fölvette a mennyországba. Persze, hogy elgondolkodunk róla, különböző szempontok szerint ez hogyan valósulhat meg, és hová, hogyan is távozott a szűzanya teste és lelke, de ez legyen az Istennek a titka, egykor ezt mi is meg fogjuk tapasztalni. Ugyanis az ő előrehaladásában, az ő megdicsérésében és Isten által történő jutalmazásában megmutatja azt, hogy mi lesz a mi jövőnk is. Azért ez nagyon is tartalmas ünnep ebben a vonatkozásban, hogy nem pusztán annak örülünk, hogy a szűzanya egyfajta kitüntetésben részesül az Isten részéről, és a szentek között az első helyre kerül, hanem rögtön jelzi, mint ember, azt, hogy nekünk is ez lesz az életutunk. Nekünk azért jó lehet, persze nincsenek ilyen érdemeink, és valószínűleg nem is lesznek ilyen különleges, kiváltságos helyzeteink az életben, de az Istentől mi is megkapjuk azt a jutalmat, hogy nem pusztán a lelkünket, hanem a testünket. Nem azt a testet, amiben majd valamikor el leszünk temetve, hanem egy egészen másféle testben fog bennünket feltámasztani az Isten. Az ünnepnek és a búcsúnak a tartalma, magának az egész ünnepnek a jelentősége ebben az eseményben foglalható össze, a szűzanya megdicsőlésében és ugyanakkor a mi jövőnkben is. Ott van a másik gondolat, a szűzanyának ez a fajta kiváltságos, egészen különleges helyzete, befolyásos helyzete, az a fajta úgymond elhelyezkedése az Isten közelében, a szentek között az első helyen, amely az ember számára mindig is reménykeltő, amely bíztató, valóban nagyon sokszor vigasztaló, megerősítő, hogy látjuk azt, hogy a szűzanya ott van az Isten közelében, szent fia közelében, ő az úgymond legbefolyásosabb az isteni személyek után, és miért ne fordulhatnánk bármiféle kérésünkkel, segítséggel, ég édesanyánkhoz. Picit próbáljuk úgy tekinteni a szűzanyára, és minden egyes búcsú. Jó lehet, egészen biztos, hogy másféle formában, más körülmények közepette ünnepelték 50 vagy több száz esztendővel ezelőtt a búcsukat, akár Vörösváron, akár másutt az országban, vagy a világon, de a lényeg, a jelentőség az mindig ugyanaz. Föltekinteni arra a védőszentre, akit egykor az ősök alkalmasnak találtak arra, hogy úgymond rábízzák a templomot, rábízzák az egyházközséget annak a papjaival és a híveivel egyetemben, hogy ő legyen az a fajta pártfogói segítség az égben, akire mindig is bizton számíthatnak. Próbáljunk mi is ezzel a bizalommal tekinteni a szűzanyára. Lássuk meg benne azt az édesanyát, aki minden esztendőben, van akiket rendszeresen, van akit talán ritkábban, de mégis összegyűlt. Megvan neki az a hatalma, az a vonzó ereje, az a fajta befolyása, hogy meg tud bennünket szólítani. Az Istenen keresztül különböző kegyelmek által is bennünket ide vonz. Mint egy jó édesanyja vagy egy jó nagymama, aki törekszik arra, hogy legyen a családnak a tűzhelye, legyen a családnak az a fajta központi személye, meghatározó személyisége, aki újra és újra tud azon fáradozni, hogy összegyűjtse, mint ahogy a tyúk is összegyűjti a csibéit, és külön-külön tudja őket felügyelni és figyelni. Így van az állatvilágban is, mennyivel inkább így van az emberi világunkban is. Érezhetjük azt, hogy amilyen szívesen gyűlünk össze, akár a terített családi asztalhoz, amikor meghalljuk akár még az anyai szót, vagy a nagyszülői szót, amennyiben azt már nem hallhatjuk, mert esetleg ők távoztak ebből a világból. Mennyire érdekes, hogy azért akkor is, hogyha eltemettük esetleg édesanyánkat, nagyanyánkat, vagy apánkat, nagyapánkat, mégis azért valamiféle módon kötődünk hozzájuk. Akár úgy, hogy felkeressük sírjaikat, akár virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és nem utolsó sorban, amikor elhelyezzük a temetések alkalmával a szallagokat, mindig azért
talán észre vétlenül, de kimondjuk azt, hogy szívünkben örökké él, nem felejtünk el soha, a legkülönbözőbb idézetekkel próbáljuk azt jelezni, ami bennünk van, nem csak akkor, hanem a későbbiekben is, hogy megmarad egyfajta kötődés. Akkor is, hogyha láthatatlanul, de mégis érzelmileg kötődünk, ragaszkodunk hozzájuk. Legyünk így a szizanyával is. És ne legyen semmi, ami bennünket esetleg eltántorít, megfélemlít attól, hogy bármikor örömmel forduljunk hozzá. Ha csak arra gondolunk, nincsenek a Szentírásban erről semmiféle leírások és beszámolók, egy-egy pici halvány gondolat. A szűzanya egészen biztos, a gyermek Jézus nem csak akkor, amikor 12 éves korában szinte úgy elveszik, úgy elcsatangol, elkóborol, hanem előtte is hány olyan élménye lehetett a szűzanyának, Szent Józsefnek is, amikor bizony a kis Jézus ugyanolyan komisz, csintalan, huncut, rossz gyerek volt, mint a többi, mert egészen biztos ebben a fajta értelemben nem lógott ki a társai közül. Nem volt olyan, mint akit az angyalok egy hímes tojást hordoztak, és egészen különleges módon mindentől megóvtak és megvédtek. Ugyanúgy a többi gyermekkel egészen biztos, hogy ott játszott az utcán, ugyanúgy, mint más gyermek akkoriban, hozzájuk hasonló módon nőtt fel. Biztos, hogy ő is nagyon sokszor okozott Józsefnek, az anyjának is bosszúságot, sokszor gondot, és nem utolsó sorban tanácstalanságot is, hogy most akkor hogyan is közelítsünk ehhez a gyermekhez, hiszen azért mégis az Isten fia, bármennyire is nehéz ezt így feldolgozni, vagy még fölfedezni abban a gyermekben, intsük, neveljük, esetleg egy-egy pofonnal azért észhez térítsük, biztos, hogy nagy talányok voltak ezek Szent Józsefnek, szűzanyának az életében. Úgyhogy nagyon is jól tudja a szűzanya. Nem csak a gyermek Jézust, hanem ugyanúgy korának gyermekeit is ismerte, és ugyanúgy ismer bennünket is nagyon jól. Látja mi sokszor huncutságunkat, rosszalkodásainkat, csintalanságunkat, és higgyünk abban, hogy mindezek ellenére mindig is örömmel vár bennünket. Örömmel szeretne bennünket maga körül látni, újra és újra összegyűjteni, és a legkülönbözőbb módon segíteni, hiszen minden édesanyja erre törekszik. Nem utolsó sorban Jézusnak a szent édesanyja. Mai ünnepen pontosan ezért imádkozunk, hogy ez a máriás hitünk, ez a úgymond máriás gondolkodásunk és beállítottságunk, amely mindig is jellemző volt itt a Kárpát-medencében. Különösen jellemző volt a magyaroknak a körében. Akkor is, hogyha mondhatjuk, hogy állampolgárság szerint Magyarországnak a lakói vagyunk, hazának polgárai, legyünk akár nemzetiségileg másféle módon származtatva, de mégis azért ebben az önérzetben, öntudatban Máriának, az ő országának gyermekei vagyunk. Adja az Úristen, hogy ebben a hitünkben, szűzanyához való ragaszkodásunkban, kötődésünkben tudjunk az idei esztendőben is újra megerősödni. Soha nem elbizonytalankodni, hanem újra és újra visszatalálni égédesanyánkhoz, és adja az Isten, valóban mutassa meg az anyai jóságát, érezhetően, tapasztalhatóan a saját életünkben, családjaink életében, és egykor adja az Úristen, hogy ne csak így szellemi, lelki értelemben, ilyesféle módon, hanem valóságosan összegyűjthessen mindnyájunkat, anyai ölém, odát a szentek társaságában, a mennyország boldog közösségében. Amen. Hiszek egy Istenben. És Földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, Szent Atya Koncilius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket.
hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedben az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára. Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink és a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására. A szeretet tegye lángolóvá és emelje hozzád szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert az Isten szülő szüzet fölvette a mennybe, így ő lett egyházad megdicsőlésének kezdete és példája, zarándok néped vígasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét.
Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva szentjük. Szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem kelje, ha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hitünk szent titka. Hirdetjük, Uram, és utána halljuk feltámadásodat, amíg már nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíved, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására.
könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk a ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy eljöjjön a bárjai, hanem csak egy szólámat, és megjöjjön az életem. Szeretném hirdetni az áldozásnak a menetét. Először az énekkarosok közül áldoznak azok, akik szeretnének áldozni. Utána a templomnak a vége felé is fogunk áldoztatni, én pedig itt a dobogó előtt fogok áldoztatni, tehát erre a két helyszínre tudunk akkor fáradni szent áldozáshoz.
Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségszerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közbenjárására a feltámadás dicsőségébe jussunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szentmise végén szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, hogy a mai napon együtt ünnepelhessünk, és ugyanakkor nem szeretnék elfeledkezni a két kórusnak a közreműködéséről sem. Szeretném megköszönni mindenféle hizelgés nélkül, nem vagyok az a típus, úgyis tudják a kórusvezetők is, mind a Feri bácsinak, mind pedig a Nórának a két kórusnak a felkészítését. Az én laikus meggyőződésem azért van az embernek némi pici, egészen pici hozzáértése hozzájuk képest, hogy azért szerintem az előző esztendőhöz képest sokkal szebben, összeszerettebben énekeltek, már most a Szentmisén és minden bizonnyal majd utána koncerten is. És ez valahol ez így van is, így is van rendjén, és ez így is jó, hogyha van az ő életükben, az ő ebben a szent liturgikus elkötelezettségükben is egyfajta fejlődés, és tudnának mindig valami szebbet, valami jobbat, értékesebbet felmutatni, akár a templomi események, akár más alkalmaknak a kapcsán. Én kívánom ezt a töretlen buzgóságot, ezt a lelkesedést, ugyanakkor még több fiatalt a kórusba azért látszik, és ez mindig is örökös probléma, hogy azért csak-csak megöregszünk, ők is azért megöregszenek, de hát azért még az énekléshez megvan persze a tehetségük és a jókedvük, és adja az Isten, hogy azért mindig is gyarapodjanak, szaporodjanak újabb, fiatalabb tagokban is. A Szentmise után, ahogy ezt hirdettük, a két kóruson kívül még a zeneiskola gyermekkórusa is fel fog lépni, közre fog működni. Most a Szentmisének a befejező ünnepélyes áldása után, ameddig itt egy picit úgy elrendeződünk, és minden bizonyan nagyon sokan maradnak ezen a kis koncerten, addig egy picit ugye a templomot is a ventilátorokkal átszellőztetjük, tehát valaki akar, tévében is mondhatjuk, elmehet ilyenkor mellékhelyiségre, akár egy pohár vízre, egészen biztos, hogy nagyon sok ember számára ez a kis frissítéshez jól esik, és utána akkor még jobban felüdülten, jó kedvel tudunk részt venni ezen a koncerten. Most fogadjuk az ünnepélyes áldást. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.